kötelező bizonyos feladatokat megcsinálni. Tehát például két kocsi közé jobbra-előre, balra-hátra, jobbra-hátra. Az egyik legrutinosabb győri oktató autójába szállt be stábunk Kedd reggel. Vér György több mint 20 éve van a pályán, és ő is tisztában van vele, hogy egyre kevesebben űzik már az ipart. A szakember szerint ennek több oka is van. Egyrészt túl kevés a képzési hely idehaza, másrészt az oktatói munka sok buktatóval jár, amit csak kevesen vállalnak be. Sokan abba hagyták a idősebb korba. Sajnos gyakori a haláleset is. Mindemellett olyan intézkedés is történt, hogy a korkedvezményes nyugdíjasoknak fokozott járulékfizetési kötelezettséget vezettek be. Ezeknek az oktatóknak, többségének nem érte meg egyszerűen, nem volt gazdaságos úgymond másodállásban oktatni, vagy a nyugdíj mellett, tehát ezek abba hagyták. Nem csak kevesen vannak az oktatók, de folyamatosan öregedő is a szakember állomány. Míg 2010-ben még 6000 szakoktató szerepelt a névjegyzékben, most arra már csak alig 3000-en vannak, akik gépjárművezetést oktatnak Magyarországon. A folyamatos fogyás miatt pedig hosszabb időbe telik a jogosítvány megszerzése, amit a sofőr tanoncok is megéreznek. Természetes következménye az, hogy a kresszvizsga után a korábbi 1-2 héten belül kocsira kerülés helyett van olyan, ahol 1-2 hónap a kocsira kerülés, tehát a gyakorlati vezetés elhúzódik. Azt egyelőre a hozzáértők sem merik megjósolni, hogy mi lesz a folyamat vége, de ha így megy tovább, egyszerűen elfogynak Magyarországon az oktatók. Ezt megelőzendő például a Nyíregyházi Főiskola már 3 helyszínen, köztük Győrben is képez gépjárművezető oktatókat. Kérdés viszont, hogy a fiatalok körében mennyire lesz népszerű ez a szakma, ismerve annak nehézségeit.